Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagybőjt harmadik vasárnapja van. A Szentmise áldozatot a lengyák pap és a Hopp család élős elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket is, akik a Halom televízión keresztül kísért nyomon imádkozzák velünk együtt a Szentmisét. Most a Szentmise áldozat bemutatásának kezdetén tartsunk önvizsgálatot, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepeljük Jézus Krisztust, aki lelki szomjunkat szeretetével, jóságával enyhíti. Gyónom a mindenható Istennek, mit kezdtem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, minden irgalma és jóság forrása, te a bőt, az imádság és az irgalma szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk te előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal. Amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Adj nekünk vizet, hogy ihassunk. Refidémben a nép szomjas volt, azért zúgolódott Mózes ellen.
Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Talán azért, hogy szomjúsággal ölj meg bennünket, gyermekeinkkel és állatainkkal együtt. Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az Úrhoz. Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez. Az Úr ezt válaszolta Mózesnek. Haladj a nép előtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fogd kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra csaptál, és menj. Én odaállok eléd a sziklára a Hórebnél, üss rá a sziklára, víz folyik majd belőle, hogy ijjék a nép. Mózes úgy is tett Izrael véneinek jelenlétében. A helyet Masszának és Meribának nevezte el, ami annyit jelent, mint kísértés és pörölés, mivel Izrael fiai ott zúgolódtak és kísértették az Urat. Ezt kérdezték ugyanis. Közöttünk van-e az Úr, vagy nincs? Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott szent lélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Itt van át a hitét.
Hallgassuk így figyelmesen Jézus tanítását, az Úr legyen veletek. És a te Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szichárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kutyaja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott, hogyan kérhetsz te zsidó lételre tőlem szamáriai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt, ha ismernéd Isten ajándékát és tudnád, hogy kicsoda mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony azt felelte, uram, hát hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai. Jézus erre megjegyezte, mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökelő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte, uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogják imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt imádjuk, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igaz imádók lélekben és imádságban, igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár, Isten ugyanis lélek, azért, akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szól, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Erre Jézus kijelentette, én vagyok az, aki veled beszélek. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Amikor kijöttek hozzá, a szamaritánusok megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt két napig, azután így szóltak az asszonyhoz. Most már nem a te szavadra hiszünk, hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéje. Kedves testvérek, kedves gyerekek! Hát egy eléggé bonyolult, a sikeredett találkozás történt itt előbb. Jézus és a szamáriai asszony a folytatott párbeszéd kapcsán. Jézus nem tudjuk, hogy a végén ivott is ebből a kútból, vagy nem ivott. A evangélista ezt nem jegyezte le, hogy Jézus ivott-e vagy sem, míg a tanítványok elmentek, hogy ennivalót szedjenek össze, vásároljanak, kérjenek, kolduljanak. Egy tény, hogy Jézus ennél a kútnál déli időben találkozik ezzel a Szamária béli asszonnyal, aki egyesek szerint bizony hát eléggé érdekes életet élt, nem túlságosan szent életet élt. Másrészt pedig a szamaritánusokat nem nagyon kedvelték a zsidók, ennek hosszú-hosszú évszázados hagyománya volt a gyűlölködésnek. Ketté szakadt az országuk, tehát délbe megy, amikor mindenki pihen, mert borzalmas meleg van azon a környéken, és oda settenkedik, hogy vizet merítsen, és közben hopp, ott találkozik Jézussal. Teljesen váratlan volt. Jézus valószínűleg maga is tudott volna vizet
valahogyan csinálni, hiszen ő Isten, de hát nem ez volt most itt a lényeg, hanem az, hogy ezt az asszonyt a hitre, a bűnbánatra vezesse el. Szívéből az élővíz folyamai törjenek föl, a szeretet lemossa a bűnnek a szennyét, a bűnnek a rosszaságát. Szoktuk mondani, amikor haza érkezünk, és egy kisgyerek jön, és már rögtön menne az asztal, hogy mossák kezet, ugye? És hát a kisgyerek oda, hogy gyorsan megmossa. Ne alaposan, szépen szapadnan. Emlékszem, hogyha tényleg koszos voltam akkor a kezem, akkor kétszer kellett megmosni, alaposan körömkefét elővesszük, hogy a kezünk tiszta legyen. Koszos kézzel üljünk az asztalhoz, hát egyrészt azért, mert egészségtelen, mindenfajta rosszaságot beviszünk a szervezetünkbe, másrésztről pedig hát azért, mert hát úgy illik. Ugye? Vannak mindenfajta kézfertétlenítő kis tartályocskák most már, amelyen aztán pláne jobban meg tudjuk a kezünket tisztítani, és hát állítólag a rendszeres kézmosás, ugye nem most látták, és a rendszeres mosakodás, ugye az a betegséget meg is előzi. De itt van a léleknek a kosz, lelken lévő kosz és szemét. Hogyan tudunk attól megszabadulni? Jézus vére árán. Jézus vére megtisztít, énekeltük, ugye? Tehát Jézus megtisztít, meg nem történté válik az a cselekedet. Persze a nyomai ott vannak, mert a rossz hajló természetünkbe az belerögzült a rosszaságba, de Isten úgy tekint ránk, miután megtisztított bennünket az ő szeretetében, az ő jóságában, hogy nincs az a bűn. Mi emberek vissza és vissza szoktuk ugye emlegetni sajnos, és azt a nyomorultat mindig visszazökkentjük abba, hogy lám, te milyen bűnös voltál, de hát én megbocsátottam ám neked. Isten saját nem tesz, nem hánytorgatja föl, hanem egyszerűen szeret. Olyan csodálatos. Ezért bíztatok mindenkit, hogy éljen a gyónás szentségével, akkor is, hogyha hát nincs kedve hozzá, mert ez nem kedv kérdése. Jó, hogyha abban a tudatban tudunk élni, hogy igen, bűneimtől szabaddá váltam. Nem arra figyelek és koncentrálok, hogy én magam, meg talán az a pap, meg nem tudom, körülmények. Nem. Isten, ő rá figyelek. Az ő szeretete az, aki tisztára mossa az én lelkemet. És a szamáriai asszony is megfeledkezett arról, hogy milyen bűnös, megfeledkezett arról, hogy ő délidőben ott mit kereskéli ott, és szaladt vissza a városba, kicsit a rövidebb evangéliumi leírást olvastuk föl, szabad vissza a városba, és érezte, hogy ez az ember mindent elmondott, hogy milyen nyomorult voltam, milyen bűnös voltam, mert szeret az Isten. Az Isten szeretetében az ember átértékeli egész életét. Az ember újjászületik. Isten szeretete itatja a mi lelkünket. Ő az, aki más nem van nekünk, mint hogy szeretlek. Soha senki embernek nem tudja így módon mondani, az, hogy szeretlek, bármennyire is vágyodunk utáni, mint azt, hogy az Isten bennünket szeret. Kedves esőrek, ezért is van, hogy oly sok emberi kapcsolat ugye tönkre megy, mert a másikat isteníti, és rájön arra, hogy hát hopp, hát ő ugyanolyan nyomorult lény, mint én. És akkor összeomlik. Amikor a gyerek csalódik a szüleiben, aztán a világban, a sztárokban, nem tudom kikben, és nem mutattuk meg neki a tiszta forráshoz vezető utat. Az igazi pedagógia, az igazi léleknevelés, vezetés, az igazából az, hogy én a másikat, a kicsi gyereket, a rám bízottat elvezetem Istenhez. Jó vele együtt lenni. Kedves esőrek,
egy boldogabb társadalmat tudjunk nevelni, fabrikálni, formálni, higgyék el nekem, és olyan jó lenne, hogy ha ezt tényleg rádöbbennek erre az emberek, hogy Isten szeretetével itatva, vele táplálkozva tudunk boldog emberekké válni. Hogy ő elveszi bűneinket, magára veszi, elveszi, megsemmisíti, és mi, mint boldog, megváltott, szabad emberek élhetjük életünket. A múltkor már említettem, éppen a múltkor vissza is nézegettem a közösségi csatornára, és föltesszük a YouTube-ra, és például a televíziós műsorokat, és osztogassák meg nyugodtan többfelé, hogy hadd lássák. És ugye, ott emlegettem mindenfajta ilyen italokat, az energiaital az én egyik ilyen veszőparipám, ugye, és bemenek egy boltba, töménytelen, úcska, cukros, vacak itallal találkoznak, és rengeteg mindenfajta energiaitallal. Óriási biznisz. És hogy megnézzük, hogy ezekben az italokban mi van benne, hát minden olyan, ami káros az egészségre. De természetesen mit szoktak mondani? De jó. Hát persze, hogy. Hát ez a trükkje az egésznek, hogy egy ideig uráig jó. Isten nem ilyen itallal szeretne bennünket itatni. Ő nem csap be. Ő nem valamifajta ideig uráig tartó ilyen doppingszert akar nekünk adni, ami után aztán újra az ember megszomjazik, így csak elhízik tőle, összeomlik a szervezete, és a többi. Nem beszél mindenfajta úcska alkoholról. Annyira szomorú vagyok, amikor látom a gyerekeket, fiatalokat, hogy döntik magukba ezeket a borzalmas, szörnyű italokat. Vannak ilyen versenyivások, ugye ki tud hamarabb lerészegedni. A mai fiatal társadalmunknak egy olyan veszélyeztetett állapotban van, hiszen tényleg gátlástalanok. Hát miért? Azért, mert az igaz vízhez, az igazi vízhez, Krisztus szeretetéhez, örömhöz, hát kivezeti el őket? A kereskedelmi média fog elvezetni őket. Hát az a lényeg, hogy minél nagyobb legyen a néphűítés, és abból fakadó, hogy a nézettségszám, a reklámbevétel, és mindent rá lehet sózni. Hát gondolkozni sokkal fárasztóbb, az elkötelezettséget jelent, az embert szembesíti saját életével, de egy ócska, tingdi-tangdi stílus, akár zenemű, akár egyfajta élmény, ugye? Az embert elvarázsolja, elzsongítja, majd olyan a kiúzanodás, utána még egy elzsongulás kell, és az ember így zsongulva éli az életét, és egyre üresebb, és egyre céltalanabb, és egyre inkább vágyódik a lelke a végtelen szeretetbe, és a lelke egyre inkább zuhan lefelé. Hány ilyen gyerekkel, hány ilyen fiatallal találkozunk? Hát ha nem így lenne, kedves esőrek, tömve lenne a templomunk. Hát a pontosan ez az eredmény, nem magyarázzunk félre. Az eredmény az, a templom tömve lenne, és a mindenfajta vackokat néző, lelküket bombázó, romboló műsorokat, italokat, ételeket nem fogyasszanák. Akkor ekkora a chipszel, és mindenfajta ital a benne, és akkor eszi a vackot. És kiből van a pénz? Anyuciból, meg apuciból. Mert addig nyávog a gyerek, meg addig szoktatja hozzá a szülő, hogy már automatikusan, és természetesen, hát mert jó szívű, megkínálja a környezetét is. Majd ugyanezt teszheti a droggal is, hát hogy a csodában-e? Kedves testvérek, vannak olyan falvak például, ahol a lakosságnak, nyilván nagyon egyszerű és primitív emberekről beszélünk, de a lakosnak egy több mint a 60-70%-a komoly drogfüggő. Mert az életnek a nyomorúságát azt így próbálják ugye elviselni. A méreg itala. Kedves testvérek, kedves gyerekek, tegyük fel őszintén a kérdés magunkban, hogy akarunk-e egészséges gyerekeket, boldogok gyerekeket nevelni? És ne, itt nem az a lényeg, hogy mennyit keresel majd, ugye?
hanem az, hogy belül boldog gyerekeket. Az életek a különböző területeit látja az ember. És hát tanulmányokat írtak, filmek készültek, és a többi. A boldogság, kedves testvérek, az nem más, mint az Isten szeretetére való bővelkedés. És a szamáriai asszony nem attól lett boldog, de azt mondták neki, hogy hú, jött el ez a kis vedre, de ocska ez a vödör. Tudod mit? Kivásároljuk ezt a kutat, nyitunk itt egy bizniszt, olyan szép, gyönyörű vödör lesz ma, sőt, vödörgyártó műhelyet fogunk csinálni, sőt, vízvezetékrendszert fogunk csinálni, sőt, az lesz a nagyszerű, hogy az emberek otthon kinyitják a csapot, és hát milyen jó lenne, mit szólsz hozzá? Sőt, te leszel itt a tulajdonosa ennek. És Jézus nem ezt mondja, nem erről beszél. Isten szeretetéről beszél, aki nélkül nem lehet élni. Kedves testvérek, gondoljuk át saját családunk, környezetünk, saját magunk életét, városunk életét. Amikor a hittanos szülő nem hozza el a gyerekét a szentmisére. A gyerek azt mondja a hittanosnak, hát én szeretnék elmenni, de nem érünk rá. Kedves testvérek, ki a felelős? Ne kenjük el. Ki a felelős? A szülő. Persze a szülőt sem már úgy nevelték, mondhatja, hát az én szülőm volt a felelős. Meg aztán, hogy megérkezünk Ádám Éváig. De valahol vállalni kell a felelősséget. És nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik például meg vannak bízva komoly feladat betöltésével, akár nevezzük nevén a gyereket, hát akár az intézmények, az önkormányzat és a többi. Igazából nem is tudom elképzelni, hogy hit nélkül, hát azt, hogy hogyan lehet élni, azt nem tudom elképzelni, mert én hívő ember vagyok. Hogy Istenbe vetett személyes hit nélkül, hogy lehet élni? És hogy lehet embereket vezetni? Emberek ezrei fölött dönteni? Hát ez olyan dolog, mint hogy oda bemennék egy szemészeti műtétre, és elkezdenék birizgálni Józsi bácsi szemét valamilyen csavarhúzóval. Hát valószínűleg úgy kivágnának onnan, mint a húzat. Nem értek hozzá. Mert a nevelés, az ember nem szám, nem statisztikai szám, nem csak pénz, hanem lélek és élet. Értik? Nem adhat valaki más, mint ami benne van, lényege. Ugye nem értek a szemműtéthez, úgy én szerintem, lehet, hogy rosszul gondolkodom, szerintem lelkeket vezetni Istenhez, az nem csak azt jelenti, hogy not a rubrikában mennyi szám van beleírva. Olyan emberek kellenek, akik elkötelezett módon a lélekkel foglalkoznak, nem a számokkal. És ezért nagyon fontos, hogy a humán oldal, ami az elmúlt hosszú évtizedek során le lett rombolva. Régen szokták mondani, egy tanítónak egy faluban olyan tekintélye volt, hogy csak nap, mint a papé, meg az orvosé, vagy talán még volt még a bíró, kisbíró, vagy az ügyvéd, ugye? Aztán jött a kommunizmus, jött a négy elemisből lett TSZ elnök, a nyolc általánosból lett tanácselnök, annyira az, hogy párttag legyen, megbízható ember legyen, kisöpörték az értelmiséget, a tanároknak egy jó részét, hogy a papok, a szerzetesek, azokat mind rosszra tanítják az embereket, ki kell söpörni. Jött az ateista nevelés, a marxista nevelés, a hitetlen nevelés, és ahogy ezt már sokszor elmondtam, de a gyümölcse mégiscsak itt van. És a tanítóképzés, a tanárközi főiskolák egyik fő tantárgy volt a politikailag elkötelezett elvtársak és elvtársnőknek a nevelése. Hát ez volt a lényeg. Hát hogy juthatott volna valaki vezető beosztás, vagy hogy nem elkötelezett, nem megbízható? Ennek következménye az, hogy hitetlen emberek neveltek hitetlen embereket. És a társadalmunk ennek következménye tele van hitetlen emberrel. És természetessé vált az, hogy minek templomba menni, minek már. Éppen most ezt nem tudom, csatornát, tök jó sorozat.
Ugye? Kedves testvérek, ahogy egy autó nem megy kerekek nélkül, persze van légpárnás is. Mondtam oda, hogy benzin nélkül van, hibrid autó, hát szóval mindegy. Tehát ott csak megy az a nyomorult autó, van egy vitorlával. Hát úgy az ember nem működik Isten nélkül. Nem működik. Roncsá válik. Ezért nagyon fontos, kedves testvérek, hogy mi, akik idővünk Jézus Krisztushoz, belőle iszunk, őt esszük, nem egy cirkuszban vagyunk, nem egy, beülünk a padba, ez a zsője, az az enyém, én szoktam itt ülni, a harmadik sor, négyes szék, menj marrébb, ugye? Tehát látom néha, hogy ülünk a templom padjában, nem menj marrébb, ez az én helyem. Tehát kedves testvérek, tehát itt Krisztus, az élő Krisztus, a világ megváltója, az egyetlen áldozatot számunkra bemutatja. Nincs Oscar-díj, nincsen, aranypálma-díj sincsen. Egyetlen áldozatot, Krisztus saját áldozatát így bemutatja. És azt akarja, sem más sem akar, szeretni. Merjük letenni úcska vödrünket, ugye? Merjük letenni úcska vödrünket, és engedni, hogy a lelkünk a végtelen Isten szeretetével teljen meg. Mert pontosan nem tud megtelni, be tudjuk fogadni. Amíg az úcska vödreinkkel járogatunk, újra és újra megszomjazunk. Addig mindig csak méricskélünk, viszonyítunk. Az Isten végtelenül szeret bennünket, és erre vagyunk meghívva. Mint ahogy a gyönyörű verzsen is benne van, hogy most már lelkem nem is vágyódik semmire, mert elröppent a végtelenbe. És itt van Jézus köztünk. Békesség legyen velünk. Jézus itt van köztünk. És lelkem vihara, lelkemnek a zavaros vize itt tud megnyugodni. És hogyha megnézzük, kedves testvérek, például a lengyel testvéreinket, hogy egy akkora városban, mint a miénk, hány tömött templomban, és mennyivel erősebb az ő, mégis a társadalmi rendszerük, gyerekek, fiatalok, családok együtt ott vannak. Vagy elmegyünk akár Székelyföldre, ahol olyan pusztítást nem tudott végezni a mindenfajta bomlasztó ideológia. Akár Csíkszeredát szoktam, hogy emlegetni, 38 ezer körüli város. Két templomuk van, ma vagy 25 szentmise egy vasárnap. Tömbben van a templom. Kedves testvérek, ahhoz, hogy a gyerekeink, a fiataljaink ne rossz helyen kapirgáljanak, hogy ne tévúton járjanak, ne zavaros vízből igyanak, ne az evilágnak a játékszerévé válnak, és kiégett, tönkrement, testileg, lelkileg beteg emberekké válnak, ahhoz azt kell, hogy ide jönnek a templomba, és Jézus Krisztusból táplálkoznak. Egyre inkább, én nem vagyok orvos, de egyre inkább hallom, olvasok róla, meg mondják, hogy mennyire fontos az ember testének a gyógyulásánál a lelki állapot gyógyulása. Hogy sokkal könnyebben gyógyul az a szegény beteg, ha szeretettel gyógyítgatják. Mert csak visszakanyarodva, meg az apácákat elzavarták, hogy a kórházakból, a menhelyekről, meg a papokat elzavarták, hogy kereszteket levették, helyett a vörös csillagot tették ki, most ugye, szóval, kedves testvérek, látjuk az eredményt. Úcska fizetést adnak az ápolóknak, kórházainkban ott a szegény betegek, tisztelt a kivételek, ugye, várják azt, hogy hát törődjenek velük. Hát ezt sikerült elérni. A nevelő otthonokban, a nevelő intézményekben a gyerekek, akiket otthonok kitaszítottak, szeretet után kiáltanak. És a kinyugon aztán törnek, zúznak és rombolnak.
De nem kell elmenni a kórházba, vagy a nevelő otthonba, hát a családból kitaszított gyerek, akivel nem foglalkoznak, nem törődnek, akik csavarognak itt a városon össze-vissza, vagy otthon züllenek el. Ha tudnák önök, hogy 10-12 éves korukban a gyerekek mi mértében fertőzöttek már, különböző formában, kiábrándulnak, hogy Jézusom, tényleg? Igen. Ne legyek illúzióink. Két kattintás, ez a tudományos telefon, és már a legnagyobb hülyességeket tudja nézni, olvas, és osztja meg egymással. Egy teljesen szeparált, más világban él. A szülő bele se tud látni, kóddal belevédve, ugye? Kódolt világunkban, ilyen kód, biztonsági kód, amolyan kód, egymásról elzárva. Jézus nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy az ő szeretetéből, valóban a bizalom, a szeretet, az élet civilizációja, közössége tudjon életre kelni. Mert az én tanításom, az én jelenlétem, az lélek, szent lélek és élet. Igyuk, együk Isten végtelen szeretetét. Amen. Hiszek az egy Istenben. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyában egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi hősségünkért. Feladta mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberjére. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Jézus Krisztusban megnyitja számunkra a kegyelem végtelen forrását. Add, Urunk, hogy híveid az evangélium élő vizével enyhítsék lelkük szomjúságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, a népeknek, hogy lélekben és igazságban imádjanak téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezess, Urunk, mindnyájunkat a húsvéti szentségek kegyelmi forrásához. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd vissza, Urunk, a bűnösöket parancsaid útjára. Add, Urunk, hogy a felnövekvő új nemzedék is meggyőződéssel vallja fiadat a világ üdvözítőjének. Mindenható Atyánk, te Szentfiad által az élővizek forrását nyitottad meg a benned hívők szívében, ad, hogy bűneink miatt soha el ne apadjon bennünk a te éltető kegyelmed, amelyet nekünk adtál Krisztus a mi Urunk által. Jesus, Jesus.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úrunk Istenünk, engeszteljen meg ez az áldozat, hallgass meg imádságunkat, amikor bűneinkért bocsánatodat kérjük, és add, hogy mi szívből megbocsássunk embertársainknak, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő, miközben vizet kért a szamáriai asszonytól, a hit ajándékát nyújtotta neki, az asszony hitére szomjazott, hogy az Isten szeretett tüzét lángra gyújtsa benne. Így mi is hálát adunk neked, hatalmas tetteidet hirdetjük, és az angyalokhoz társulva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szentélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletesse a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szented együtt, kik a világ kezdete óta
kedvesek voltak előtted, részesi lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézz, hanem egyházad hitét, s őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, ima, ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mi baj, nem így.
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk, mutatkozzon meg tetteinkben is, hogy a szentségben veled találkoztunk, Krisztus, ami Urunk által az Úr áldását fogadjuk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.